Lezajlottak az adventi gyertyagyújtások Kisteleken. Az erről készült összefoglalónkat tekinthetik meg a következőkben. Véget értek az adventi gyertyagyújtások Kisteleken. A karácsonyi díszbe öltözött Szent István tér adott helyet advent vasárnapjén az ünnepi programoknak, melynek hagyományosan a Kisteleki Kamara énekegyüttes a házigazdája. Szélné Bradanovics Bernadett, az énekegyüttes vezetője köszöntötte a megjelenteket. Nagyon sok szeretettel és meleg öleléssel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű ünnepen, amit mindig elmondok, hogy az egyik kedvencünk, szerintem többet magammal mondhatom. Végre hideg van, szeretjük, fázunk, köd van. Nem esik, ez egy nagyon-nagyon kellemes dolog, fia Marcika. És hát mindig a negyedik advent végén szoktunk köszöntőket mondani, viszont most egy köszönettel kell elkezdjem. Hiszen ha végignézünk ezen a téren, nagyon sokan nem voltunk egyszerre, egy helyen, egy időben. És szerintem a legszebb most a tér, ahogyan fel van díszítve, ahány ügyes, pici, apró kéz tett azért napokon és szinte az egész héten keresztül, hogy ez ilyen gyönyörű legyen. Úgyhogy az önkormányzat technikai dolgozóinak, a férfiaknak és a nőknek, a barátaimnak és azok barátainak nagyon szépen köszönjük. Mondhatom, hogy Kistelek város összes lakosa nevében, úgyhogy tapsot megérdemelnek, meg nagyon szép lett. És hát ha már ilyen szép a tér, akkor természetesen meg is illik tölteni tartalommal. Mögöttem már itt van a Kisteleki Kamara énekegyüttes, mint állandó vendéglátója ennek az ünnepnek, illetve a hozzánk ellátogató vendégeknek. Úgyhogy hát akkor induljon a 2022-es adventi időszak. Az énekegyüttes adventi műsora alatt került sor az első adventi gyertya meggyújtására. Ezután pedig a Városi Nyugdíjas Klub korusa csatlakozott Fránya Judit tanárnő vezetésével a Kamara énekegyütteshez. Az est harmadik fellépője pedig a Kiskunfélegyházi Ótemplom gitáros együttese volt. A második adventi gyertyagyújtásnak az óvodások voltak a főszereplői. Ezen a délutánon is a Kisteleki Kamara énekegyüttes adott elő dalokat, majd a város óvodásai közül elsőként a Szivárvány óvoda, majd pedig a Hét Színvirág óvoda gyermekei adták elő a karácsonyi műsorszámukat. Szép estét mindenkinek! Hát nagyon sok gyerek van a téren, sőt, alig férünk, és ez nagyon jó, ez így van rendjén, hiszen a második advent az mindig a gyerekek adventje szokott lenni. Amikor a múlt héten meggyújtottuk az első adventi gyertyát, ott van egy picit, ahol a mikoszorunkon is felgyulladt az első láng. Egy picit azon gondolkoztam, és megállt, hogy... Milyen jó az, amikor olyan dolgokkal tölthetjük meg az adventi készülődés idejét, ami bennünk biztos, hogy megmarad. Lehet, hogy csak egy másodperc, lehet, hogy csak egy pillanat, az is lehet, hogy csak egy mosoly, de azt magaddal fogod vinni. Viszont, azt tudnod kell, tudnotok kell, amennyit beleraksz, annyit is fogsz kivenni. És ezt azért mondom, mert még csak a második gyertyát gyújtottuk. És nagyon fontos, hogy ha van erősséged, ha vannak olyan dolgaid, ami neked több lett, de a másiknak esetleg pont szüksége van egy mosolyra, egy ölelésre, vagy egy szép éneklésre, akkor azt ne tartsd magadba, add oda másnak, és ő föl fogja és bele fogja építeni az ő adventi készülődésébe. Az ünnepségre ellátogatott a télapó is, aki mindenkinek adott egyet-egyet a karácsonyi édességekből. A néptánc és a néphagyomány volt a középpontban advent harmadik vasárnapján Kisteleken. A Kisteleki Művészeti Iskola Bába Bokra néptánc csoportja, a Szuhári Táncműhely és a Szélművész Zenekar lépett fel az ünnepi rendezvényen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Fú, fantasztikus ez a mikrofon hang. Én most nekem ez az advent harmadik vasárnapi ajándék. Ilyen szépen még nem szólt a hangom. Úgyhogy ez már egy jó alapja a mai esténknek. Harmadik adventi gyertyánk is felgyulladt, meggyulladt. A koszorún, ahol már csak egy várja, hogy feltegyük a koronát rá, és megérkezzen a karácsony. A mai harmadik advent mindig népi hagyományba szokott beburkolózni. Ez a mai adventünk is így van, ez idei.
Látjátok, hogy mellettem, látják, hogy mellettem itt vannak a néptáncosok lidereknek, úgyhogy nem is fogok sokáig beszélni. A zenekar már behangolt, készen áll, és hát egy luca napi adventi forgatagba fogunk belecsöppenni, és a vendégeink ugye a Bába Bokra, néptánc együttes a Művészeti Iskolából, illetve a Cuháré Táncműhely Szegedről, és a zenekaruk Szélműves zenei formáció. A negyedik adventi gyertyagyújtáson a Kisteleki Kamara Ének Együttes mellett a Művészeti Iskola Szolfés Énekcsoportja, a Kisteleki Költőklub és az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai léptek színpadra. Sok szeretettel köszöntöm legfőképpen a kicsiket. Figyelredő! Nagyon örülök, hogy el tudtatok jönni, és hogy ilyen sokan itt vagytok, hiszen a gyerekek látvány és a gyerek lélek és a gyerek hang ez mindig a jövőt jelképezi, és olyan jó, hogy nekünk itt Kisteleken sok jövőnk van, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Negyedik advent vasárnaphoz érkeztünk. Amikor az első gyertyát meggyújtottuk, én nem is gondoltam, hogy egyszer elérkezik ez az idő. Úgy mindig próbálom visszahúzni, hogy minden napot meg kell élni, minden pillanatot éljünk át, és ha lehet, ne egyedül. Úgy valahogy mindig erre gondolok, és mindig eljön a negyedik advent, hiába húzom vissza, de ez így van rendjén, hiszen egész advent alatt adunk sokat, igaz Szába? És karácsonykor mindent visszakapunk, mert ez így működik, ez ebben a varázslat. Végül a műsor után Nagy Sándor, Kisterekváros polgármestere megköszönte a résztvevőknek, akik a gyertyagyújtásokon szerepeltek, tevékenykedtek. Jó estét kívánok mindenkinek! Igazából a végén azért kértem szót, mert így lehetőségem van megköszönni valamennyiőtöknek. Azok, akik vendégként vagytok itt, vagyunk itt, és azoknak meg különösen, akik hétről hétre valamivel kedveskedni akartak nekünk. Azoknak is, mint például először a nagycsaládosoknak és Szalainé Mariká csapatának, utána a dárcosok és Kácsor Petiék, a harmadikon a városvédők, Andiék, és most meg Takó Sanyiék, a kertbarátok, akik a háttérben adományként főznek valamit, megkínálnak bennünket, és azt gondolom, hogy egy fontos dolog van ebben. Több helyen van hasonló rendezvény szerintem az országban, a világban. Advent vasárnaponként a településeken meggyújtják a gyertyát. Úgy, mint ahogy otthon is. Mégis miben különbözik ez a többitől? Ez a miénk. Ez a miénk kistelekiekért. És abban is nagyon különbözik, hogyha az ember végigmegy, akkor majdnem mindenkit ismerek, akikkel itt találkozhatok. Hiába megyek a világ legszebb részére, és a legszebb adventi rendezvényére, egyedül leszek, mert nem ismerek senkit. Mi itt vagyunk otthon, innen megyünk haza, innen viszünk majd egy pici lángot jelképesen, a város lángját az otthonainkba. Mi megkaptuk azt a fajta ajándékot, amit itt ezek a kollégák, ez a sok jó szívű ember adhatott, és azt gondolom úgy érdemes adni, hogyha a másik oldalon ennek örültek is. Én örültem neki. Én büszke vagyok rátok, és nagyon-nagyon köszönöm. És egyet ne felejtsünk, olyan lesz a karácsonyunk, amilyenné mi tesszük. Nincs elvárás, nincs a másik. Én vagyok, és egy dolgom van a világon. Megpróbálni mindazt odaadni, amit odaadhatok. Úgyhogy kedves kistelekiek, kedves jelenlévők, adjon a Jóisten mindannyiunknak áldott karácsonyt, és azt kívánom még ebben a hátralévő időben, hogy valóban
éljünk a lehetőséggel. A karácsonynál szebb ünnep talán nincs. Itt most minden rossz elmúlhat, és csak jó vehet körül. Isten áldjon valamennyi ötöket, boldog karácsonyt! Köszönöm szépen! Játszóház nyílt a Kincses-szigetben. A tulajdonost, Borbola Beáta, Beatrixet kérdeztük a játszóház részleteiről és a bejelentkezési lehetőségekről. Játszóházat alakítottak ki a Kincses-szigetben, itt Kistelken, erről kérdezzük a Kincses-sziget tulajdonosát. Köszöntelek, beszéljünk először is kicsit arról, hogy hogyan is jött nektek ez a lehetőség, hogy legyen egy ilyen játszóházatok. Üdvözlök mindenkit! Hát úgy jött az ötlet, hogy nagyon-nagyon régóta gyerekekkel szerettem volna foglalkozni, de elkezdtem ezt a kisboltot, aztán átalakítottam játékbolttal, hogy több kisgyerekkel találkozhassak, mert nagyon szeretem őket, és akkor gondolkoztam rajta, hogy mit lehet még itt fönt kialakítani, és akkor jött az ötlet, hogy egy játszóházat, mert az nincs Kisteleken. Beszéljünk erről a játszóházról. Mik is találhatóak itt, és főként mely korosztálynak ajánlott egyébként ez a játszóház? 3-tól 12 éves korig ajánlott, 13 főt bír el. Csúszda, labdamedence, mocsárjáró, ilyesmik vannak benne, bogzsákok, amit nagyon kedvelnek a gyerekek. De közben vannak más játékok is, hogyha valakinek nincs kedve a játszóházba ugrálni, gyöngyöt lehet fűzni, matható falat készítettünk, konyhát, szerszámosokat, zsúrokat is tartunk, hogyha van rá igény, mondjuk már most így van, az is 13 főt bír el. Akkor ugye van egy külön, amit mondtál is, hogy van külön egy ilyen szobátok, ahol zsúrokat lehet tartani. Fiúknak, lányoknak így próbáljátok úgy megcsinálni ezt az egészet, így tematikusan gondolom. Igen, most egy kislányos szülinapi zsúr lesz, meg mindig kitalálunk majd valami rendezvényt, ilyen kincskeresést szeretnék kitalálni, farsankor jelmez versenyt, vagy valamit, mindig valamivel földobni a napokat. Ugye a nyitáskor volt egy ilyen nyereményjátékotok is, a jövőben is terveztek ilyet? Igen, mindenképpen, mert azért ösztönzi a gyerekeket is, hogy eljöjjenek meg nyerjenek, az is fontos nekik. Ilyen 50%-os zsúrkedvezményeket fogunk néha, vagy egy-két órás játszóházas részvételt. Hogyha valaki részt szeretne venni, vagy el akarna ide jönni játszani a gyermekével, hogyan is van erre lehetőség? Be kell jelentkezni hozzátok? Hogyan is zajlik ez? Egyelőre még lehet jönni, nincsen túlterheltség, de egyre többen jelezik, hogy zsúrt szeretnének tartani, meg be is jelentkeznek a gyerekek is, és beírjuk őket, hogy ne legyen torlódás, hogy mindenki szépen tudjon játszani. Másodikadik alkalommal osztott rászoruló családoknak adományokat Kunstár Pálné Irénke. Őt kérdeztük a részletekről. Idén is adományoz rászoruló családoknak, gyerekeknek Kunstár Pálné Irénke. Őt köszöntjük itt nálunk, köszöntöm Önt, hogy Ön már nagyon régóta adományoz. Beszéljünk arról talán egy kicsit, hogy annó hogyan is kezdte Ön ezt, és miért is jött ez az ötlet Ön számára. Hát annak idején, amikor a legkisebb unokám meg a legnagyobb gyermekem nagyon szép dolgokat hagyott maga után, úgy éreztem, hogy ezt tovább kell adnom, mert lehet, hogy nekünk már nincs rá szükség, de ahhoz túl szép és túl jó, akár játékra gondolok, akár nagyon szép ruhákra, ezt odaadom másnak, hisz pedagógusként dolgoztam, kapcsolatban voltam gyerekekkel, és mindig tudtam, hogy kit kell megajándékozni, aki örül neki és megbecsüli. Hát ez így indult annak idején, nagyon rég, 26 évvel ezelőtt, és azóta is ez a hitem megmaradt, és azt gondolom, hogy nálunk nem is lenne karácsony, ha én ezt előtte nem végezném el ezt a feladatot. Ez egy belső indítatást jelent számomra, amit nagy örömmel teszek, és azt kérem a jó Istent, hogy még sokáig tudjam ezt csinálni, mert azt gondolom, hogy amit teszek, az jó, és azok a családok, akik várnak, az számomra olyan nagy öröm, hogy szinte már, amikor megáll az autó a ház előtt, családosról kiszaladnak és örömmel fogadnak, ez számomra borzasztó sokat jelent. Minden évben hogyan is dönti Ön el, hogy mely családokhoz kerülnek a csomagok? Hát, mint Szociális Bizottság elnökének elég nagy rálátásom van a családokra, és most igénybe vettem a
Barnáné Sárikát, hogy közösen üljünk le, nagyon megegyezett a, nagyon érdekes, akikhez eddig is jártam, 90%-ba ugyanazokat említette meg, egy család jött pluszba, aki, akiről nem tudtam, és ahova nagy örömmel mentem, és örülök, hogy tudtunk segíteni. Nem szeretnék részleteket mondani, de tényleg nagyon nehéz helyzetben van. És ezek mind tisztességes családok, szóval nem olyan családok, akik elisszák, meg nem törődnek a gyerekekkel, csak van 4-5 gyerek, és a helyzet nem tette őket gazdaggá annak idején, és az, hogy én mosolyt tudok fakasztani a gyerekek arcára, nekem az mindennél többet ér. Milyen típusú adományokat szokott ilyenkor ön vinni? Most, ha tavaly évre visszagondolok, tartós élelmiszer, édesség, játék. Most az idén arra gondoltam, hogy valóban borzasztóak az árak. Én most jöttem a boltból, alig vettem valamit, 10 000 forint elájultam, szóval tényleg nem lehet követni az árakat, és arra gondoltam, hogy inkább csak 11 családhoz megyek el, de ott hatékonyabban több minden drágább dolgot viszek, hogy valóban érezzék a segítséget. Eddig tartós élelmiszert, ahogy mondtam, játékot és egy kis édességet szoktam vinni. Most a tartós élelmiszer mellé olyan dolgokat vettem, mint vödrös tejföl, fél kiló szeletelt szalámi, fél kiló sajt, margarin. Szóval ami tényleg azt mondom, hogy sok ember megnézi a boltban, hogy megvegye magának, mert annyira fölment az ára, de én ezzel gondoltam, hogy igenis ezek a családok érezzék azt, hogy van, és örüljenek neki. Tehát akkor kicsit hozzásegítve így a karácsonyunkat is, hogy szebb legyen. Igen, igen. Volt két hely, ahol még pénzt is tudtam nyújtani adományokból, amit mástól kaptam, és úgy gondoltam, hogy mivel én a karácsonyi húst én előre nem tudom megvenni, ezért kértem, hogy két család, hogy használja föl, és ez nekem nagy boldogság. Mivel a Nők a Családokért és Gyermekekért Egyesületnek vagyok a vezetője, nyilván innét is szép összeget tudtunk erre fordítani. Nem mindig van ez így, de most valahogy úgy sikerült, hogy többet tudtam rá fordítani. Aztán képviselő közül, rajtam kívül 3-an segítettek, egy kis összeggel polgármester, alpolgármester, és 2 személy, akit említettem az előbb, hogy 2 emberke. A nevét nem szabad mondani, azt mondta a hölgy, bár az újságban benne lesz, és ezeket a pénzeket adtam még pluszba, hogy arra fordítsák, amire legjobban kell, vagy mondjuk én a karácsonyi húsra gondoltam, de nyilván, hogy szabad kezet kaptak. A 3. gyertyagyújtásnál a lucázás alkalmával az emberek 3 kis kosár tartós élelmiszert hoztak össze, amit így utólag is nagyon köszönöm. Az újságba is megköszöntem, mert valóban szép kezdeményezés, és én azt gondolom, hogy minden család, ha csak egy kiló rizst vagy egy csomag kekszet dob a kosárba, hozzájárul nagyon nemes dolgokhoz, és ez nem egy olyan megerőltető összeg senki részéről. Ha ezt tudnánk egy kicsit bővíteni a jövőre nézve, hogy több ember tudna egy ilyen kis csekély valamit belerakni, csak azért, hogy a szívük legyen, hogy mondjam, nyissák ki a szívüket mással szemben is. Elérkezett az az idő, hogy gondolni kell másra is, nem csak mindig magunkra. Én azt gondolom, hogy ez legyen a jövő üzenete, hogy gondoljunk másokra is, és becsüljük, szeressük egymást. Nagy Sándor, Kistelekváros polgármesterének karácsonyi köszöntőjét tekinthetik meg a következőkben. Kedves kistelekiek! Ég a 4 gyertya. Ismét karácsony lesz, itt van az év vége, és kaptam egy pici lehetőséget arra, hogy egyrészt jó egészséget, boldog karácsonyt kívánhassak mindenkinek. De még azt is el szeretném mondani, hogy bármilyen is volt ez az év, sokféle olyan hír ért bennünket, háború, migráns, több lesz a villany,
Mégis azt gondolom, most nem erről kell beszélnünk. Most sokkal inkább arról kell beszélnünk, mint amit érzek én is itt a téren. Hétről hétre, advent vasárnapjain. Azt látom, hogy sok helyen van ilyenkor adventi vásár. Sok helyen vannak műsorok. És mégis, amikor ide jövök ki, én is, úgy mint ti is, mi itt vagyunk itthon. Azért más ez, mert mi, kistelekiek, itthon vagyunk, és ismerhetünk mindenkit szinte, akikkel itt találkozunk, megállunk és beszélgethetünk. Köszönöm szépen valamennyi embernek, akik ebbe segítettek. De mégis, milyen volt az év? Lehetne arról biztos beszélni, hogy ezt építettünk, vagy azt építettünk. Meg lehetne arról is beszélni, hogy jövőre mennyi mindent tervezünk. De most ilyenkor talán a lelkünk valami mást akar hallani. 6 gyermekem van, és 3 unokám. Szép családban élhetek. És nekem például mit jelent az időszak? Mit jelent a karácsony? Már nem azt jelenti, hogy mit kapok. Milyen ajándék lesz a karácsonyfa alatt. Sokkal inkább azt jelenti, hogy tudok-e adni olyan valamit, aminek a másik, a gyerekem, a családom örül. És az az öröm, az a pillanat, az az esély, amikor így karácsonykor valóban könyvbelábadt szemmel úgy érezzük magunkat, hogy boldogok vagyunk. Annyira szép az élet. És érdemes mindent megtenni azért, hogy igen, legyen otthonunk, legyen családunk. Otthonunk a város is. És kedves valamennyi kisteleki városlakónk. Vigyázzanak egymásra, vigyázzunk egymásra. Most is, nem csak karácsonykor. De mégis azt kívánom, hogy úgy akarjunk adni, ne legyen már se harag, se rossz bennünk. Higgyük el azt, hogy csak egy dolgunk van. Adjunk úgy, hogy nem várunk el a másiktól semmit. Jó egészséget! Isten áldja valamennyiünket. Boldog karácsonyt!